Hát sziasztok, drága tündérbogár nézők! Tudom, el vagyunk tűnve egy kicsit, ez nem véletlen, ennek oka van, amit majd el fogunk nektek mondani év végén egy nagyon fontos bejelentő videóban. Idén már nem terveztünk sok videót, azon az egyen kívül, viszont úgy alakult, hogy kaptunk néhány nagyon érdekes tech-terméket, amit szeretnénk nektek bemutatni. Az első ilyen a címből már ugye nyilván kitaláltátok, egy billentyűzet lesz, méghozzá nem is akármi, hanem a korszer egyik legújabb billentyűzete. A billentyűzet szerintem pont az a téma, amivel már mindenki találkozott, vagy munkahelyen, otthon, hobbi, játék, szórakozás közben nyilván használunk billentyűzeteket, ezért mindenkinek kialakult, hogy mit szeret, mit nem szeret, mi az, ami odafigyel vásárláskor, mi az, amire nem figyel oda vásárláskor. Olyan nagyon techi előadásra én úgy gondolom, billentyűzet terén nincsen szükség, hiszen az átlag felhasználónak három fontos dolog az, aminek meg kell feleljen egy billentyűzet, lehetőleg legyen kényelmes, megbízható és tartós. Ez az a három pont, amit egyébként tökéletesen egyesít a Corsair új billentyűzete név szerint a K60 RGB Pro Low Profile. Elneveztük ezt az eszközt ilyen Retro Future billentyűnek. Ennek az az oka, hogy néhány tulajdonsága az a múltba mutat vissza, a kezdetekhez. Néhány tulajdonsága viszont nagyon előremutató. Ez egy nagyon érdekes összvér billentyűzet lett. Az itt lévő Cherry logót meglátva nyilván mi már vagyunk annyira eszesek, furfangosak és csalafinták, hogy rájöttünk, hogy ez bizony Cherry Switch-es billentyűzet. Mielőtt tovább mennénk, nyilván jön az unboxing rész, ami most nem lesz, mert gyakorlatilag ez a doboz per pillanat totálisan üres, ugyanis én már jó előre kibontottam és kipróbáltam, hogy minél testközelibb élményt tudjak nektek róla mondani, tehát íme itt van. Ő a K60. Miért retro? Elsősorban iszonyatosan nehéz, kábeles, és ami nagyon fontos, hogy nincsen rajta fizikailag semmi hiper-super plusz feature-t rejtő billentyű, a legalapvetőbb angol gyári kiosztást kapta, itt F9-től F12-ig van rajta egy egyszerű médiavezérlő, de gyakorlatilag semmi. Visszamentünk az alapokhoz, de milyen jól tettük? Ugyanis maga az eszköz iszonyatosan masszív. Tehát már csak a fogása is. Ez sajnos nem fonott kábel, viszont cserébe jó vastag, merev, és hát a Corsairtől megszokott kis nagy plug van a végén, tehát ez egészen stabilnak, strapabírónak tűnik. Maga a billentyűzet egy ilyen nagyon-nagyon kényelmes, nagyon kellemes műanyagból készült. Egyrészről egy picit tapad, másrészről meg csúszik. Ugye ez a Corsairnek valahogy ilyen sajátja, az egérpadokra is ezt szoktuk mondani, és ebben az esetben is igaz, hogy nem tudod eldönteni, hogy ez most csúszik vagy tapad. A Future az nyilván a Cherry MX RGB mechanik, ami a gombok alatt rejtőzik. Ez az ugye, ami a kattintásért felelős. Nem akarok belemenni nagyon. Aki a Cherryt ismeri, annak nem kell bemutatnom. Aki nem ismeri, az pedig fogadja el, hogy a Cherry a minőség maga. Igaziból ennyit kell róla tudni. Komolyan mondom ezt, hogy itt annyira idegesít, hogy ez itt felpöndörödik. Maga a ház az tényleg nem magas, tehát az átlag mechanikus billentyűzetekhez képest nagyon kényelmes magasságú, szálcsiszolt fém a teteje. Gyönyörűen látszik oldalról belenézve maga a switch mechanika. Az alja pedig egy ilyen nagyon kellemes műanyagból készült, mindenhol ilyen tapadó gumicsíkokkal, még a lábak alján is, nehogy véletlenül megcsúszson. És kimaradt még a harmadik pontunk, a tartóság, amiért a Cherry vállalja a garanciát, azt mondja, hogy minden egyes gomb 50 millió leütésig biztosan nem fog tönkre menni. De most 50 millió leütés azért nem kevés. Nagyon jó, hogy valóban alacsonyabb, mint az átlag mechanikus billentyűk, tehát alig kell megemeljem a csuklómat. Ez mondjuk az én hüvelygyulladásra hajlamosaknak lehet egy jó hír, hogy itt kicsit nagyobb biztonságban van a kezünk. Illetve ami még nagyon jó, ugye ez a mechanikus billentyűzetnél megszokott, itt viszont a low profile megoldás ellenére ugyanúgy megvan, az a fajta feszesség, amivel a gomb ellenáll a nyomásnak. Tehát van egyfajta visszatartás, nem lötyög, ez úgy a helyén van, tartja az ujjadat. Én időszakosan kellett, hogy dolgozzak olyan billentyűzettel, ami gyakorlatilag ilyen 3 métert kellett benyomni, és akkor vagy sikerült megnyomni, vagy nem, tehát vagy érzékelt a nyomást, vagy nem.
És jobb esetben ugye ugyanazt a karaktert láttam megjelenni a képernyőn, mint amit lenyomtam. Na most ennél ez nem így van. Itt iszonyatos rövid az út, iszonyatos feszes a billentyű, és nagyon jó az ellentartása. A hangja meg kimondottan jó. Nézzük meg működés közben. Ehhez nincs másra szükségünk, mint egy darab laptopra, amin fut az IQ szoftver. Ehhez hozzá csatlakoztatjuk a billentyűzetet. Ha! És egyből színejátszó, csodaszép billentyűzetünk van. Egyébként ez a beállítás az, ami nekem a legjobban tetszik. Ez azt csinálja, hogy amikor megnyomsz egy gombot, akkor onnan indul el egy hullám különböző színekben, tehát ez gépelés közben baromi jól néz ki. Mint említettem, rengetegféle színhatással tud világítani. Ez a másik kedvencem egyébként, ez a ilyen modern Knight Rider, vagy Knight Riderina, tehát ilyen úgy fut, mint Kitnek az a kis jelző fénye, azzal a különbséggel, hogy ez szivárványos. Ez a billentyűzet nem akar fizikailag kialakításban iszonyatosan ultramodernnek tűnni, viszont szolgáltatásokban hoz mindent, ami ultramoderné teszi. Nem utolsó sorban a Cherry Switch-et, ami önmagában ultramodern, hiszen ez az egyik legújabb megoldása a cégnek. Én mindenkinek ajánlom, hogy aki szeretne vagy érdeklődik billentyűzetek iránt, vagy éppen most akarja lecserélni, az mindenképpen legalább vessen egy pillantást erre az eszközre. Jelenleg ez $110 környékén van. Nyilván nem akarom rátok beszélni, nem kapunk érte semmi utalékot. Egyszerűen csak egy jó termék, és jó volt elmondani nektek, hogy ilyen is van. Ha szeretnétek még ilyen, és ehhez hasonló, kicsit kevésbé techi, inkább a felhasználói élményre menő videót, ezt jelezni tudjátok nekünk egy lájkkal, kommenttel, feliratkozással, megosztással. Nyilván ez azért ezekkel a dolgokkal, mert ezek mérhetőek a YouTube felületén, tehát innen tényleg tudjuk ellenőrizni azt, hogy melyik tartalom az, amit titeket jobban érdekel. Ha akartok, kövessetek minket Instagramon, követhettek Twitchen, élőben ne kövessetek, főleg így most ugye a covidos időszakban. Tartsuk meg a pár méter távolságot, tartsuk föl a maszkot, mossunk kezet, vigyázzunk egymásra, és hamar túl leszünk ezen az egészen, remélhetőleg. Ezt a mondatot most már lassan le kéne zárnom, de egyszerűen nem vagyok rá képes. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Még egyszer vigyázzatok magatokra, hamarosan érkezünk egy új tech videóval, az év végén pedig egy nagyon fontos bejelentő videóval, amit semmiféleképpen ne halasszatok el, vagy ne hagyjatok ki. Köszönöm még egyszer már immáron sokat szóra, hogy itt voltatok. Sziasztok! Azért nem kevés, hogy gombonként.